A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos módon fejlődött, és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb most élő európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, melyben logika van, sőt, matézis, az erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem eposzát tünteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét, kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, melyek különböző népekkel való érintkezés során rávakolódtak. Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az időviharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő kalendárium. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem trafikál, nem ad és nem vesz. Senkitől. Ez a nyelv a nemzeti felsőbbrendűségnek, szellemi függetlenségnek legrégibb, legdicsőbb műemléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. A nyelvészetben épp úgy, mint az archeológiában. A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatát sem tudták megmagyarázni. Senki sem tudja, pontosan honnan jött, melyik hegyből vágták ki a csodálatos tömeget, miként szállították oda, miként emelték fel a templom tetejéig. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény. Sokkal csodálatosabb. Aki ezt megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni, valójában annak is az első tételét. Kezdetben vala az ige, és az ige az Istennél vala, és Isten vala az ige.